Most ez egy teljesen új kezdeményezés az önkormányzatnak, illetve a Kispesti úszodának, hiszen a Tehetségkupa címmel azoknak a kispesti úszóknak szervezünk versenyt, akik már valamilyen egyesületben igazolt úszók, úgyhogy bízom benne, hogy ennek a hagyománya megteremtődik most, és a következő években is tudunk rendezni ilyen versenyeket, hiszen már az elmúlt években közel 20 éve rendezünk amatőr sportolóknak is versenyt, és hát fontos az egészség megőrzése szempontjából a sport is. Nem véletlen teremtünk egyre több helyszínt a mozgásra Kispesten, és költöttünk elég sok pénzt, akár uniós, akár saját forrásból arra, hogy itt a kispesti úszoda is megújulhasson, korszerűsödhessen. Az iklet az volt, hogy 25 éve rendezünk amatőr versenyt, és igazából mindig úgy éreztük, hogy az amatőr versenyeken végül is kihagyjuk a Kispesten úszni versenyszerűen úszó gyerekeket, és ezért gondoltuk, hogy idén először megpróbálunk egy olyan versenyt szervezni, ahol ők is megmutathatják, és ők is versenyezhetnek itt a kerületben, és nem csak a saját úszó szakosztályaikon belül. Normális amatőr versenyeink mellett ott azokon ilyen egy hosszakat úsznak, és itt inkább hosszabb távok és különböző úszásnemekben is úsznak. Mell, gyors és pillangóban is fognak úszni a gyerekek.